Köszöntelek titeket! A vasárnapi evangéliumot szeretném nektek felolvasni, annak egy részét. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ti vagytok a föld sója, de a só ízét veszti, mivel sózzák meg, nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, a hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem a lámpa tartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házában. Úgy világítsa a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Az evangéliumot Szent Máté könyvéből olvastam fel. Végül felolvastam az egészet, de így a legjobb, biztos így akarta az Úr. A só. Felettébb érdekes, hogy a só az mindenhova beeszi magát. A magyar népmeséjünkben, szép magyar népmeséink közül az egyikben ugye király megkérdezi a lányát, mennyire szeretsz te engem, és azt mondja, hogy annyira szeretlek, mint az emberek a sót. Megmérgeli magát a király, ugye főzzetek minden só nélkül, és rádöbben, hogy mekkora nagy bölcsességet mondott neki a lánya. Vagy amikor elmegyünk egy vendégségbe, akkor tudjuk, hogy a háziasszony szerelmes, vagy épp nem szerelmes, sós az étel, ugye, vagy sótlan az étel, és erre szoktuk vonatkoztatni. A só. A négy alap íz egyike. Hogyha töményen meg akarjuk enni, akkor borzasztó íze van. Hogyha a vasárnapi tyúkhúsleves sótlan, akkor annak is borzasztó íze van. Jézus azt mondja, hogy egymás számára vagyunk só. És egymás számára bármi is lenni nagyon nehéz. Nagyon nehéz az arany középutat megtalálni. Legfőképpen a szélsőségek között él az ember, mert ilyenek vagyunk. Vagy igen, vagy nem, vagy szeretem, vagy nem szeretem, vagy megcsinálom, vagy nem csinálom meg, vagy nagyon jó kedvem van, vagy nagyon rossz kedvem, bár mondjuk ez már bipoláris depressziónak hívják, ez sose legyen, de a végletek. Megtalálni a mértéket, hogy mennyire válhatok sóvá, mert Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a földnek a sója, de hogy mennyire tudok azzá válni, mennyire tudom kiteljesíteni a só mi voltomat, azt a só mi voltomat, amit Jézus kér tőlem, az ugye egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nehéz addig, amíg meg nem vizsgálom ezt. Sóvá lenni más számára, megízesíteni más számára az életet. Tenni ezt keresztény emberként, tenni ezt jóvá igyekezni lévő emberré. Ti vagytok a föld sója. Arra gondoltam, hogy segítségül hívom ezt a tudóst, akit úgy hívnak, hogy Gary Chapman, és nagyon-nagyon sokan ismerik az öt szeretet nyelvéről. A szeretet nyelveket segítségül hívni, hogy beteljesítsük Jézus szeretet parancsát: szeressétek az Istent, szeressétek a másik embert, és szeressétek saját magatokat. Jézus az Isten fia, maga a szeretet, tehát minden szeretet nyelv Jézusban, bármennyire meglepő, de megvolt. Az öt szeretet nyelv. Gary Chapman azt mondja, idézem: a szeretet nyelve egyetemes, ám ahányan vagyunk, annyiféle nyelvjárását beszéljük. Az öt szeretet nyelv felsorolva az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. Hogyha utána néztek az interneten, akkor nagyon
egyszerűen találtok róla rövid leírást, nem kell hozzá könyvet elolvasni. Először is jó lenne rádöbbenni, hogy mi az én szeretett nyelvem. Ha erre rájövök, akkor közelebb kerülök a show mi voltomhoz, és hogyha ezeket ismerem magamban, akkor rádöbbenhetek arra is, hogy Jézus akarata szerint hogyan válok más számára showvá. Az elismerő szavak olyan nagy hiányt szenvednek a világba, de amúgy úgy látjuk, vagy úgy látom, hogy mindegyik szeretett nyelv olyan hiányos, tisztelet a kivételnek, és sokaknak fel kell ismerni, és sokaknak meg kell tanulni. Az elismerő szavak. Ez vonatkozhat egy személynek a külsejére, vonatkozhat a cselekedetére, vagy amit értünk tett, vagy mások értett. Olyan kevésszer használjuk. Annyiszer mondom, hogy dicsérd meg a gyereked, hogy milyen okos voltál, ahogy ezt kigondoltad, milyen ügyesen megcsináltad a házi feladatot. Nagyra értékelem azt, ahogy nekem segítettél, nagyon jó esett, vagy hogy láttam, hogy másnak segítettél. Aki számára az elismerés fejezi ki a szeretetet, az megerősödik, és magába szívja ezeket az elismerő szavakat. Minőségi idő a második. A minőségi idő azt fejezi ki, hogy szeretünk egymással lenni, szeretünk egymás társaságába lenni. Nagyon nehéz lerakni a telefont, vagy kikapcsolni a tévét, ugye? Akkor is nehéz, amikor együtt vagyunk, amikor jelen vagyunk egymásnak, de ezt meg kell tennünk, figyelemmel végig kell hallgatnunk a másikat, be kell fogadnunk, be kell tudnunk fogadni, amit mond. Arra reagálnunk kell, ezzel kifejezzük azt, hogy igen, itt vagyok, hallgatlak, és értem, amit mondod. Semminél se tud zavaróbb lenni az, hogyha beszélsz, és a másik felemeli a fejét a telefonról, és igen, mit mondtál? Nagyon-nagyon-nagyon zavaró. A harmadik szeretetnyelv sokakat megszólít, ez az ajándékozás. És kifejezi azt, hogy amikor nem vagyunk együtt, gondolunk a másikra. A klasszikus ilyen, valahol vagyok, és ott veszek egy képeslapot, és megírom annak, aki otthon maradt, azoknak, akik otthon maradt, akik számomra fontosak. Ennek az ajándéknak, aki számára az ajándékozás a szeretetnyelv, nem kell óriási ajándéknak lenni, minden egyes apróság fel tudja tölteni a szeretet tankját, tud örülni neki. És megnézhetjük, hogy mi érdekli, miután nézelődik, és abból kiválaszthatunk egy-egy dolgot, amivel meglephetjük őt, és amivel valóban töltjük a szeretet tankját. A negyedik pont a szívességek. Én találtam egy nagyon jó példát, ami nagyon kifejező. Azt mondom a feleségemnek, hogy szeretlek téged. És ő lehet, hogy azt mondja, hogy persze, hogy szeretsz, akkor miért nem mosogatsz el, miért nem viszed le a kukát, stb. És ilyenkor a férfi pajtások azért meg szoktak idegesedni. De igazából, ha valakinek a szívességek a szeretet nyelve, és megfigyelem azt, hogy milyen szívességek, és azt rendszeresen teszem, akkor kifejezem azt, hogy szeretem. Ezeknek az embereknek a tettek, a cselekvések sokkal fontosabbak, mint a szavak. Ne csak mondd, hogy szeretsz, hanem akkor mutasd is meg. És lehet, hogy egy kocsimosással fejezem ki ezt a szeretetet, ami számomra lehet, hogy nem jelentene semmit, de számára nagyon-nagyon fontos. Az ötödik pedig a testi érintés, amiben óriási erő rejlik. Az emberek közül nagyon soknak a testi érintés a szeretet nyelve, amit ugyancsak nagyon sokan nélkülöznek. Nélkülöznek
a házasságukban, a párkapcsolatukban sokszor előfordul, hogy a gyermeknevelésben is ez az érintés, ez alább hagy. Ha valakinek ez a szeretet nyelve, akkor ezzel tudom feltölteni a szeretet tankját. Viszont itt nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk, mert az elfogadott érintés az szeretetet fejez ki, a nem helyén való érintés sértő vagy megalázó lehet. Megismerni, hogy ebben a csoportban mi az, ami még jó a másiknak, ami őt tölti, vagy mi az, ami már zavarja, vagy bántja. Mindezekben sóvá lenni. Nagyon sokféleképpen lehetünk sóvá a másik számára, teljesítve, amit Jézus kér. Most én ezt a öt szeretetnyelvet hívtam segítségül, amire én a héten figyelni fogok. Hát a Jóisten adja, hogy meg tudjuk találni, felismerjük a saját magunk szeretetnyelvét, felismerjük a másik ember szeretetnyelvét, és így teljesítsük Jézus igazi szeretetre vonatkozó főparancsát, hogy szeressük Istent, szeressük a másik embert, és szeressük saját magunkat. Nagyon jó gondolkodást, és nagyon szép hetet kívánok nektek, mindannyiótoknak.